A zengő cédrusok. A Föld talán legkülönösebb fái a cédrusok. A Biblia is számtalan helyen tesz említést róluk, és Libanon zászlójában is megtalálható. Ha kinyitunk egy lexikont, egy biológiai tankönyvet az iskolában, vagy megkeressük az interneten, mit írnak róla, nagyjából a következő információkat találhatjuk. A cédrus a tűlevelőek osztályában, a fenyő alakúak rendjébe, a fenyőfélék családjába és a vörös fenyőformák alcsaládjába tartozó növény nemzetség mindössze két, más szerzők szerint négy, megint mások szerint mindössze egy fajjal. A többi fenyőz hasonlóan az északi flórabirodalomban honos. A virágos növények térhódítása előtt Kiterjedt erdőségeket alkotott szerte Eurázsiában. Elterjedési területe azóta két elszigetelt termőhelyre zsugorodott: a Himalája Cédrus, mint neve is mutatja, a Himalájában, a Libanoni Cédrus pedig a mediterrán területeken él, Észak-Afrikában, Algériában és Marokkóban. A nagy termetű, Rendkívül hosszú életciklusú növény nem ritkán két-három ezer évig is elél, és 50 éves kora előtt ritkán fordul termőre. Ellenálló aromás illatú, tartós fa anyagának köszönhetően az ókorban igen nagy becsben állt. A cédrusfa a hegyek és a puszták megszentelt fája. A természeti népek elégették a háncsát, az ágait, és felajánlották gyógyító és fertőtlenítő füstjét a szellemeknek. Árnyékában védelemre lelhetsz. A cédrusfa megtisztít és eltünteti a negatív érzéseket. Emellett a bőség és a virágzás szimbóluma és a hosszú élet jelképe. Anyagi téren pénzt és gazdagságot hoz, szellemi téren pedig megkönnyebbülést fáját praktikus dolgok készítésére használják, illetve spirituális tárgyakéra, mint maszkok, melyek segítenek a szellemre és nem a személyre összpontosítani. A cédrusfa támogató erőt ad az élet nehézségeivel szemben. Magyarországon kisebb állományai megtalálhatók a Zala megyei Budafán, Badacsonyőrsön, Gyöngyösen a városközponthoz közel az Orci kastély, amely jelenleg Mátra Múzeum, parkjában több mint száz éves cédrusok láthatók. Bálint gazda így ír róla weboldalán. Alig ha van még egy fafaj, amely olyan gyakran szerepel az emberiség történetében, a mitológiában és a kultúrában, mint a cédrus. Ha valahol találkozom csontvári, Magányos cédrus című festményének a reprodukciójával, percekig el tudom nézegetni, pedig már jól ismerem valamennyi motivumát. Libanonban különösen nagy tisztelet övezi. A cédrus az állam szimbóluma és az állami zászló címernövénye. Álmaink kertjében is áll egy atlasz cédrus a kaputól nem messze, a kútkávának átszázott vízóra akna mellett. Kora lassan eléri a 40 évet, a magassága pedig a 15 métert. Ha kinyitom a kaput és belépek a kertbe, első dolgom, hogy a cédrust üdvözlöm, illő módon köszöntöm. Mert ő egy személyiség, mégpedig egy fáradhatatlan balerina. Sudár és karcsú az alakja, és karjait olyan kecsesen tartja, mint egy táncos nő a hattyúk tavából. A magyar flórában háromféle cédrus szerepel, a legismertebb az atlasz cédrus, amely jól viseli a hazai klíma szélsőségeit, biztonságosan fejlődik és magas kort érhet meg. Fagyérzékeny a nagyon dekoratív megjelenésű libanoni cédrus és a piramis alakú koronát nevelő himalájai cédrus. A legenda szerint a Balaton hegyvidék középmagas hegyeinek a déli lejtőin valamikor Jelentős atlasz cédrus állomány nevelkedett, de a vitorlás hajók árbóc rút szükségletét ebből elégítették ki, aminek következtében a cédrusok száma nagy mértékben és igen rövid idő alatt leapadt. Szerencsére az utóbbi években a nyaralók tulajdonosai ismét szívesen ültetik ezt a szép formájú örökzöld fenyőfélét. Anasztázia cédrusai a szibériai tajgában élnek. Tűleveleik, mint parányi antennák, gyűjtik magukba a kozmikus energiákat az évszázadok során. Az évszakok, évek és ciklusok változásával valamennyi csillaggal kapcsolatba kerülnek. Bőven van rá lehetőségük és idejük. Nincsen abban hát semmiféle csoda, hogy az így elraktározott erő gyógyító hatású lehet hiszen mindannyian ismerjük az egyéb növényeket, amelyek a szabad ég alatt nőve gyakorlatilag a napfény energiáját szívják magukba, és általa növekszenek. Valamennyi egészségesen termesztett zöldség, kertekben és vadon növő gyümölcs, és természetesen a gyógynövények is kapcsolatban vannak a napfényel, a világegyetemmel, és a kozmosszal. Miért kellene kételkedni abban, hogy az onnan gyűjtött energiák elraktározódhatnak, és akár átadódva különösen jótékony hatásúak lehetnek? Igaz, az iskolai tankönyvek általában tudományos, materialista alapon, anyagelvűen közelítenek meg mindent. Annak idején sem általános iskolában, sem középiskolában nem olvashattam arról, vagy hallhattam arról, hogy a fáknak aurájuk lenne, és túl azon, hogy milyen gyümölcsöt teremnek, hogyan szaporodnak, hol honosak, vagy mire használják őket, egyebet nem lehetett megtudni. A DNS-ünk ugyanabból a DNS-ből teremtetett, amiből a fáké. A fa azt lélegzi be, amit mi kilehelünk. Amit a fa kilélegez, arra van szükségünk nekünk. Tehát a fákkal közös a sorsunk. Mi mindannyian a földből származunk. Eféle mondatok sosem hangzottak el órákon, s gyanítom, ma sem ez az alapvető megközelítés az oktatásban. A fa terápiát már az ókori görögök és rómaiak, a kelták és az indiánok is alkalmazták. Ők úgy tartották, hogy a fáknak szellemük, lelkük van, akik képesek erőt adni, segíteni rajtunk. A faterápiát a természetgyógyászatban is használják, amióta rájöttek, mondhatnánk úgy is, hogy újra felismerték, hogy a fáknak gyógyító erejük van. A fák földből, vízből, levegőből, a napfényből, és természetesen a kozmoszból szívnak magukba energiát. Erős, pozitív aurával rendelkeznek, ami azonnal érezhető, mihelyt belépünk egy fa koronája alá. A fa energiája jótékonyan hat ránk. Megtisztítja az energiamezőnket, oldja a feszültséget, megnyugtat, és erővel pozitív energiával tölt fel. Ezért javasolják sokszor, hogy a természetben járva, nem ostoba hóbort, fákat ölelgetni, szorosabb kapcsolatba kerülni élő mi voltukkal. Különböző fáknak különböző hatásuk van. Az almafa leginkább tavasszal elbűvölő, amikor virágzik. Édes illata vonzó, és javítja a hangulatunkat. A szomorú embereknek különösen hasznos lehet, az almafa derűs kisugárzása. A bükfa óriási energiákkal és energiamezővel rendelkezik. Lehangoltság, depresszió, fáradtság és stressz esetén célszerű megölelni, vagy neki legalább tíz percre. Segít abban, hogy megszabaduljunk a rossz kedvtől, visszaadja az életkedvet, ráadásul élénkítő hatással is bír erősíti a teherbírást és megszabadít a gyötrő gondolatoktól. Ha a boldogtalanságot érzünk, vagy szerelmi csalódáson vagyunk túl, akkor a hársfa igazi segítség lehet. Nyugalmat áraszt, a lelket megnyugtatja. A gesztenyefa a leginkább alkalmas arra is, hogy érzelmeinkkel tisztába jöjjünk. Elviszi a negatív érzéseket, és a lelket megnyugvással tölti el. Erős, szeretet energiát áraszt magából, begyógyítja a lelki sebeket, erőt ad szakítás után és segít jobbá tenni a kapcsolatunkat. A cseresznyéhez hasonlóan érdemes közösen megölelnünk a párunkkal. A cseresznyefa tavasszal az egyik legékesebb dísze a kertnek, amikor virágba borul. Ez a fa oldja a szexuális gátlásokat, és segít abban, hogy érzelmeinket megélhessük. A nyírfa erősíti a belső látás és a megérzés képességét. Fejleszti ösztöneinket, amelyekre ezen túl bátran támaszkodhatunk. A nyírfa terápia segítségével könnyebben átláthatunk másokon, így minimálisra csökkenthetjük annak az esélyét, hogy becsapjanak bennünket ugyanakkor pánikra hajlamos emberekre is jó hatással van. A tölgyfa az erő megtestesítője. Ha a nehéz feladat vár ránk, vagy önbizalmunk szenvedett csorbát, energiái megoldást jelenthetnek számunkra, egy tölgyfa erdőben sétálva új erőre kaphatunk. A juharfa a belső nyugtalanságot képes nagy mértékben csökkenteni. A fűszfa pedig, Kiválóan alkalmas arra, hogy háborgó idegeinket megnyugtassa, de gyermekek esetében is segítséget nyújt a fizikai és szellemi fejlődésben. Az interneten kutakodva arra vonatkozóan is hasznos tanácsokat kaphatunk, hogyan is kell megölelni egy fát. A jótékony hatás elérése érdekében nem kell mást tennünk, mint felhasználnunk a fa gyógyító erejét. Ennek érdekében tetszőleges ideig öleljünk át egy fát úgy, hogy közben homlokunk, melkasunk és hasunk a fa törzséhez ér. Bal kezünk felfelé, jobb kezünk pedig lefelé mutasson. Azután forduljunk meg, hogy nyakszírtünk, gerincünk és lábunk is érintkezzen a törzsel. Ha álmattanság kínozza bennünket, akkor jó időben heveredjünk le a fa mellé, és mesztelen talpunkat tegyük a fa törzsére. A fa energiájából elsősorban nappal töltekezzünk, mert éjszaka az energia lesüljed a gyökerekbe. Mint látható és tapasztalható, nem a cédrus az egyetlen fa, amelyik képes az embert szolgálni. Mai világunkban csak azt tanítják, legtöbben azt ismerik, melyiknek van ehető gyümölcse, melyikből érdemes bútort vagy egyéb tárgyakat készíteni, vagy éppenséggel melyiknek milyen a fűtőértéke. Az élő fával és annak hatásaival ritkán szoktak foglalkozni. Térjünk vissza Anasztáziára és a zengő cédrusokra. Miért nevezik zengő cédrusoknak ezeket a fákat? Vannak egyes fák, amelyek a több száz év során összegyűjtött energiákat nem adják ki magukból. Az ősi időkben pontosan ismerték, mit kell tenni ezekkel a fákkal, és főleg azt, hogy mikor kell tenni. 500 éves koruk után ezek a fák jelezni kezdtek az embereknek. Lágy, búgó, zengő hangon hirdették, hogy készen állnak az áldozathozatalra arra, hogy az ember kivágja őket. Ez az időszak három évig tart, három évig tartott. Az ekkor kivágott fákat apró darabokra aprították úgy, hogy minden egyes része hasznosuljon. Azok az emberek, akik ezekből a fákból származó kis darabkát hordtak, hordanak medálként a nyakukban, a melkasuknál, s újjukkal rendszeresen dörzsölgetik, gyakorlatilag minden betegségtől mentesülnek. A fa gyógyító ereje megóvja őket mindentől. Vladimir Megre, amikor ezt hallotta Anasztázia nagyapjától, rá is kérdezett. Meggyógyulnak az écből is? Mindenből, Felelte határozottan a 119-esztendős öreg. A kétkedőknek ajánlom nézzenek utána, mennyibe kerül egy 100 ml-es kiszerelésű cédrus üvegcse. E-könyv írása közben, 2014-ben, utána néztem. 10.000 forintért árulják. Ráadásul vélhetően ez hígított koncentrátum, amely tartalmaz még búzacsíra, sárga barack, mák, tökmag, szőlőmag és lemmag olajat is. Ezek az oldalak egyébként felsorolnak egy sor jótékony élettani hatást is, amelyel ezek az olajok szolgálnak. A tiszta koncentrátum még drágább. Megre alaposan utána olvasott a cédrusnak, és megtudta, hogy Rasputin is rendszeresen fogyasztotta a cédrusfa magját, és annak köszönhette rendkívüli képességeit. Grigori Jefimovics Rasputin 1869. január 22-én született Szibériában, majd Kicsapongó kamaszkora után vándorló szerzetesnek állt. Egy útja során jelent meg előtte látomás formájában Szűzmária, aki vára küldte őt a cári család megsegítésére. Szentpéterváron hamar hírnévre tett szert a város, főleg az arisztokrácia, miszticizmus iránti fogékonysága miatt. Befolyását azzal alapozta meg, hogy tünetileg kezelni tudta a Cárevics vérzékenység betegségét. Megnyugtatta és lecsendesítette a beteget, így csillapította a vérzést. Raszputyint gyakran hívták őrült papnak, annak ellenére, hogy sosem állt az egyház szolgálatában, hiszen házasságát sem titkolta. Az udvarban sokan, főleg a nők, varázslatos erőt tulajdonítottak neki, a plegykákra építve különös szexuális vonzereje miatt, míg a ma történelem írása őt tekinti a Romanov dinasztia és vele a cári Oroszország összeomlásának egyik kiváltójának, mivel erőteljesen rontotta a család tekintélyét. Karrierjének csúcspontján hatalmas rajongó táborra tett szert. Maga a Rasputin csak bolondként emlegette őket, kik mindenhová követték mesterüket, a bűnbe is. Szentpétervár fürdőiben az orosz nemesség megrontója mágikus szertartásoknak titulált orgiákat szervezett, az általa bűnösnek talált nőket például úgy szabadította meg a gonosztól, hogy miközben ütötte, verte testüket, magáévá is tette a gyengébb nem tagjait. A rá régóta neheztelő Ilidor szerzetes és Jermogen szaratovai püspökök voltak az elsők, akik merényletet kíséreltek meg ellene 1911-ben. Miután szemébe mondták, hogy ő maga a gonosz megtestesülése, feszületekkel próbálták agyonverni. Rasputin túlélte, a két papot pedig bepanaszolta a cárnál, aki természetesen tüstén száműzte Oroszországból az érintetteket. Rá három évvel egy prostituált, aki felteltően Ilidor bérelt fel, kísértelte meg leszúrni a gonoszt. Amíg ő a szülőfalujában lábadozott, kitört az első világháború. Lábadozása közben rengeteg levelet küldött Miklós szárnak, hogy Oroszország ne vegyen részt a háborúban. De Miklós Czár nem hallgatott rá, hiszen a háború közben a népe egyre jobban kezdte megszeretni, és minden városban ünneplő tömeg fogadta. Miklós cár távol létében Rasputin egyre nagyobb politikai hatalomra tett szert, olyannyira, hogy már a miniszterek kijelölésébe is, kinevezésébe is bevonták. Szent Péter várra ekkor ragadt az ördög városa gúny név. 1916. decemberének elején levelet küldött a cárnak, melyben megjósolja, hogy hamarosan gyilkosság áldozata lesz. 1916. december 16-án Yusupov herceg a cár Irina nevű unokahugának biszexuális férje, meghívta Rasputyint palotájába azzal az ürügyjel, hogy a város legszebb nője látni kívánja egy vacsora keretében. A pincébe vitték, ahol szépen meg volt terítve, és úgy látszott, mintha valakik már ettek volna ott, mert még étel maradékok is voltak a tányérokban. Ciánnal mérgezett süteményel és borral kínálták. Először nem fogadta el, de később annyira unatkozott, amíg várt, hogy elkezdte hajni a süteményeket, és jó ízűen itt a bort. Annyi cián volt a süteményekben, hogy már egytől meg kellett volna hajnia, és amikor a herceg észrevette, hogy az nem használt, rálőtt a vendégére. Rasputin megakadályozhatta volna ezt, de nem tette. Csak állt a herceg előtt. Aztán a herceg fölment, hogy megünnepeljék Rasputin halálát, de nem hagyta nyugodni, hogy miért nem halt meg a ciántól, ezért lement, hogy megnézze. Ekkor Rasputin kinyitotta az egyik szemét. A herceg úgy megijedt, hogy felfutott a többiekhez. A misztikus eközben kívánszorgott az udvarra, ahol találkozott a szintén a halálát kívánó Dimitri Pavlovics nagyherceggel és a politikus Vladimir Puris az utóbbi rálőtt, majd mindketten botokkal rontottak rá, végül a folyóba vetették. A boncolás után úgy tűnt, hogy víz van a tüdejében, ez, a, ez okozhatta a halálát, de valószínűsíthető tehát, hogy még a vízbe dobáskor is életben volt. Rasputin persze nem a legfontosabb példa, különösen ha a cédrusfa, a cédrus mag, vagy a cédrus olaj jótékony hatásait akarjuk kiemelni. Megre könyvében az Ószövetséget is feleleveníti. Ott is elég részletes beszámolókat találhatunk többek között Salamon király templom építéséről. Hirám, Tirus királya megbízottakat küldött Dávidhoz, Salamon apjához, cédrusfával, ácsokkal és kőfarogokkal, hogy építsenek Dávidnak egy palotát. Miután a palota felépült, a király így szólt Nátán profétához. Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom. Az úr ládája meg sátorban lakik. A válaszból Dávid megtudta, hogy a templomot már nem ő, hanem utóda Salamon fogja felépíteni. Salamon aki oly bölcs volt, hogy tudod beszélni a fákról, a libanoni cédrusaitól kezdve egészen a falon növő izsópig. Megvalósította apja tervét, templomot épített az úrnak és palotát magának. Hirám a tíruszi király Salamonhoz is elküldte megbizottait, akikkel Salamon meg is egyezett. Azt üzente Hirámnak, adj hát parancsot, hogy Libanonban vágjanak fákat nekem úgy, hogy az én emberém is elmennek a te embereiddel, és én fizetem embereid által megszabott bérét. Tudod magad is, senki sincs köztünk, aki úgy értene a fadöntéshez, mint a szidóniak. Hirám megkapta az üzenetet, és ezt válaszolta a Salamonnak. Megkaptam üzenetedet, minden kívánságodat teljesítem, a Cédrusokat és a ciprusokat illetően. embereit szállítsák Libanonból a tengerhez, aztán leúsztatom a tengeren, és arra a helyre vitetem őket, amelyet megnevezel. Ott szétszedetem, s te elviheted őket. Hírám tehát annyi cédrus és ciprusfát szállított Salamonnak, amennyit csak akart. Miután létrejött az Egyesség Salamon, 30 ezer munkást toborzott, akik tízezres túrnusokban felváltva dolgoztak a fakitermelésen. Egy hónapot Libanonban, két hónapot otthon dolgoztak. Salamonnak ezen kívül még 70 ezer teherhordója és 80 ezer kőfejtője is volt Júda hegységében, nem számítva a 3300 munkafelügyelőt. Ezek a számok érzékeltetik a vállalkozás hatalmas méreteit, amely talán az első írásos leírása egy szervezett fakitermelésnek, és a kitermelt rönkök nagy távolságra, szárazföldi és vízi úton történő szállításának. A vízi út egymaga körülbelül 200 km volt, és ehhez jött még a szárazföldi szállítási távolság, ami a kitermelés helyétől a tengerig hozzávetőleg 50 km lehetett, a tutajok szétbontási helyétől Jeruzsálemig pedig 70-75 km. A szöveg utal arra is, hogy a fadöntés nagy szakmai hozzáértést kívánó munka, amihez nem mindenki ér egyformán. Ugyanúgy a vízi úton történő rönkszállítás, a tutajozás szintén különleges szaktudást igénylő tevékenység. Ebből a leírásból némi fogalmat alkothatunk arról az erdőírtásról, ami az ókorban lezajlott a közel-keleten, illetve az egész mediterrán medencében, és ami a mai kopárok kialakulásához vezethetett. A Libanonban odaszállított cédrusfát részben a templom szerkezeti elemeihez, részben a belső burkolathoz használták fel. A faburkolatot Faragott gyümölcs és virágfüzérek díszítették. Belül sehol sem lehetett látni követ, a templom hátsó részében, ahová a szövetség ládáját helyezte, cédrusfából még oltárt is csináltatott Salamon. Végül az egész templomot bevonta aranyjal. Salamon ezután fogott hozzá a saját palotájának építéséhez, ami 13 évig tartott. A palota teljesen cédrusfából épült. A trónteremnek, amelyben ítélkezett, a belső burkolata is cédrusból készült. Ez az építkezés, amelyet a Biblia részletesen leír, végképp megalapozta a cédrus hírnevét, és az évezredek során folytatott kíméletlen fakitermelés a túl erős legeltetéssel együtt, feltehetően nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára szinte teljesen eltűnt Libanonból a libanoni cédrus. Sajnos, mint fentebb írtam, az Eurázsiában szinte egybefüggő részeket alkotó szédrus erdők már a javarészt szintén eltűntek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy új szemlélettel sokat újra lehetne telepíteni, hogy generációk múltán ugyanolyan pompával borítsák be a bolygót, mint régen, s ugyanolyan jótékony hatást fejthessenek ki unokáinkra, ükunokáinkra, mint egykori őseinkre a régmúltban. A fák újra telepítéséről megre is ír a harmadik kötetben, sőt, a könyvek hatására több mozgalom is indult Oroszországban, amelyek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy minél több cédrusfát ültessenek. Zengő cédrusok ritkán akadnak a földön, nyilván ehhez ritka számok is hozzáerul, ám hosszú életük is, hiszen az élő fák is csak 500 éves koruk után kezdenek zengeni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg ezer évente maximum két-három ilyen fa adódik az emberiség történelmében. Természetesen, ha a faültetési láz tovább folytatódna, és nem csak Oroszországban, hanem szerte a világban, a jövőre vonatkozóan is sokkal kedvezőbb kilátások lennének etéren. Más esetekben egyébként is hallunk olyan történeteket, amelyekben az emberek egész életüket, vagy legalábbis hosszú éveket áldoznak arra, hogy hatalmas, korábban pusztuló félben lévő területeket újra fákkal ültessenek tele. Az interneten nem egy ilyen történet nyomára bukkanhatunk. 2015-ig összesen 114 millió fát szeretnének elültetni egy indiai gurú követői az ország egyik szárasság sújtotta délkeleti államában, hogy megmentsék az elsivatagosodó és elszegényedő területet. Az India délkeleti részén fekvő Tamilnádú állam közelében közel egyharmadát fogja újra erdősíteni több ezer önkéntes és egy Francia alapítvány segítségével. Az India délkeleti részén fekvő Tamilnádú állam közel egyharmadát fogják újra erdősíteni több ezer önkéntes egy francia alapítvány segítségével. Sokak előtt ismert az a félórás kanadai animációs kisfilm is, amely az ember, aki fákat ültetett címet viseli. Az interneten ugyancsak megtalálható. Jean Giono megfilmesített novellája azt meséli el, hogy az első és második világháború idején egy dél-franciaországi Magányos pásztor hosszú évek során hogyan telepített egymaga több tízezer fát olyan területekre, amelyek pusztulásra voltak ítélve. Ez a két rövid történet is bizonyítja, hogy mindössze egyetlen ember is képes csodákat művelni a semmiből. Csupán akarat, elszántság, hit és cselekvés kell hozzá. És ez utóbbi talán a legfontosabb, hiszen tettek nélkül, a legegyszerűbb megvalósulásuk is elmaradnak. Anasztázia lelkesen mesélt megrének a cédrusok gyógyító és egyéb jótékony hatásairól, és arról, hogy a fa rezgései, ha azonosak az ember rezgésével, milyen változásokra képesek. Ha megérintik és gyengéden simogatják a zengő cédrus meleg törzsét, Lehetőségük nyílik érintkezésbe lépni a bölcsesség végtelen terével. Az ilyen emberek képesek sok mindent megérteni abból, amire az érintés pillanatában gondoltak, és amire később a jövőben fognak gondolni. Ez megtörténik mindenkivel, jól lehet, különböző mértékekben. Mindenkire ugyanúgy hat. Ritmusa, vibrációja mindig változatlan marad. De vannak emberek, akik, ha a zengő cédrushoz lépnek, rákapcsolódnak, és mindent annak teljességében tudnak megérezni, míg mások csak gyengéden ráéreznek valamicskére. Ez nem a cédrustól függ, hanem az embertől. Aki képes érezni, és érteni, sokat fog hallani. Ez a sok viszont fokozatosan fog benne feltárulni. Azokban a pillanatokban, amikor az embernek kedve támad gondolkodni. A nők elnyerhetik az eredeti ősforrások erejét és bölcsességét, megvalósíthatják küldetésüket, boldogá tehetik választotjukat, férjüket, saját magukat és kettejük szeretetében fogant, és szeretetükből születendő gyermeküket is. De itt nem a cédrusban van a lényeg, hanem az emberek igyekezetében és szándékaiban. Az embernek a cédrus csak segítő, sőt, a cédrus nem is fő eleme a nemes beteljesülésnek.